Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban vendégünket, Müllerné dr. Juhos Bernadettet, a Baranya megyei kormányhivatal igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Nemrég zárult a patrónus program, az új patrónus program, méghozzá a kettes, és hát összegezték az eredményeket, erről beszélgetünk ma. Kezdjük a legelején, mi ez az új patrónus program? Ugye az elnevezésében is benne van, hogy új, tehát feltételezhető, hogy volt egy korábbi, sőt még egy azelőtti is. 10 éves múltra tekint már vissza ez a program, amely egyébként egy sikeres program, hátrányos helyzetű gyermekek segítésére lett úgymond kitalálva. 10 évvel ezelőtt, akkor még mentortanár kifejezéssel, mert a másik társadalmi réteg, akin ez a program segített, azok a pedagógusok voltak, akik nem tudtak valamilyen oknál fogva, családi vagy bármilyen más probléma okán, egyszerűen úgy gondolták, hogy nem tudnak teljes állású tanárok lenni, azoknak volt egy lehetőség erre a programra jelentkezni. Mára már kibővült szociális munkás és szociális pedagógus részére is jelentkezési lehetőség, és az elmúlt 10 évben ez a program, ahogy említettem, mentortanár, később patrónus, új patrónus, annak 1-2, és a jövőben is folytatódik új patronus 3 néven. Ez az elnevezéssel a hátrányos helyzetű gyermekek munkaerőpiacra való segítése, amely ugye egy hosszú folyamat, erről szól sikeresen szerencsére. Menjünk bele a részletekbe. Tehát szerintem, hogy 10 évvel ezelőtt kezdődött, akkor talán még egy picit más volt ezek szerint, amit elmondott. Ma hogy alakult ez a program mára? Tehát mennyire változott? Most milyen dolgokon vannak a hangsúlyok? Mik azok a fő csapásirányok, amelyek ben próbálnak elmozdulni? A lényeg gyakorlatilag nem változik, tehát a szereplők nagyjából ugyanazok, iskolák, tanintézményekről van szó, akik ehhez segítséget nyújtanak, ott végzik a munkájukat azok a pedagógusok, illetve az előbb említett végzettséggel rendelkezők, akik a gyerekeknek segítenek ugyan, de amellett a tanároknak is. És a főszereplők, azt gondolom, hogy a gyerekek. Mára egy picit a hangsúly átterelődött a közösségi fejlesztésre is, és ezáltal a családokat is érinti. Ugye a Baranya megyének 10 járása van jelenleg, és ennek a 30%-ában jellemző, hogy hátrányos helyzetű, vagy akár halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vannak jelentős számban, és ők azok a ők alkotják azt a célcsoportot, 7. osztálytól kezdődően a középiskola 11. osztályáig, szakiskolákról, szakképzésről beszélünk, akiknél mindenképpen azt akarja ez a program elérni a tanárok segítségével, mentorok segítségével, hogy csökkenjen a lemorzsolódás, csökkenjenek az iskolai hiányzások száma, ezek a gyerekek javítsanak a tanulmányi eredményeiken, közösségi életükben olyan szinten fejlődjenek, hogy versenyeken vegyenek részt, eljussanak olyan helyekre, gyakorlati helyeket, például megtekintsenek általános iskolai korukban, hogy segítsen a pályaválasztásban. És a tanulmányi eredmény javítása, ugye ezt így egyik görgeti, vagy húzza magával a másikat, ezáltal sikeresebbek lesznek az iskolában, nagyobb eséllyel fejezik be elsősorban az általános, később a középiskolai tanulmányaikat, és úgymond nagyobb önbizalommal tudnak jelentkezni állásokra. Ez a végső cél, hogy a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni. Ugye bár itt Baranyában nagyon sok a kis település, tudjuk kormányságban milyen súlyos helyzetben vannak a családok, falvak, települések, innen Pécsről el sem tudjuk képzelni, mennyire korlátozottak ott a lehetőségek. Mégis azért egy picit világítsuk meg, hogy ők milyen helyzetbe kell, hogy teljesítsenek ezek a gyerekek. Mit jelent az ő esetükben az, hogy akár többszörösen hátrányos helyzetűek is? Igen, jól említette, hogy Pécsről ezt nehéz elképzelni, pedig néhány kilométerről beszélünk csak. Kis létszámú, zárt közösségekről van szó, ahol a lehetőség nincs meg. Legfőképp ugye az anyagi lehetőség, de sokszor az ismeret, az információ sincs meg ahhoz, hogy is lehetne onnét elmozdulni, kimozdulni. Ezek a mentortanárok
segítséget nyújtanak abban is, hogy ezeket az utakat, kirándulásokat megszervezik. Természetesen ehhez rendelkezésükre állnak eszközök, anyagi eszközök is, és a gyerek így eljut az előbb említett helyekre, akár egy rendezvényre, egy sportprogramra, egy versenyre, illetve, hogyha a pályaválasztásnál maradunk, akkor pályaválasztási tanácsadóhoz, egy középiskolai látogatásra, munkahelyre, ahol később a gyakorlat idejét, vagy hát azt követően legszerencsésebb esetben majd a munkáját is fogja végezni. Ezt a családjaik sem tudják számukra biztosítani. Hasonló okokból, ahogy említettem, nincs meg a lehetőség, az információ, meg hát legfőképpen ugye anyagi okokból. A családok nagy része hasonló helyzetben van, mint ami a fő ok, ugye, hogy nincs munkahely, nem dolgoznak, akár a szülők sem, és épp ez a cél, hogy a gyerek ebből kilépjen, lehetősége legyen, és a család is akarja, hogy ezt a gyerek elérje és meglépje, ne elégedjen meg azzal a helyzettel, amelyben van, amelyben esetleg beleszületett, és talán még a szülőre is van némileg jó hatással, akarjon többet tenni a saját életéért, és legyen ambíció, motiváció, ami előre viszi őt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen komplex programról beszélünk, mondjuk egy ilyen életre nevelésről. Így van, és hát tényleg sokszor olvasni különböző sajtóorgánumokban, hogy vannak olyan családok, ahol már több generáció úgy nőtt fel, vagy azt látta a szüleitől, netán már a nagyszüleitől, hogy tényleg a napi elfoglaltságuk az, hogy otthon vannak, nem mennek munkahelyre, mert egyszerűen nincs munka, segélyt kapnak, és hát élnek, ahogy tudnak. Tényleg ebből nehéz lehet kiszakítani őket, ez egy óriási feladat szerintem. Igen, és ugye előbb-utóbb ők is szülők lesznek, tehát egy következő generációnál ez csak ismétlődne. Mindenképpen ebben tud változást hozni ez a program. És ahogy említettem, nem a klasszikus tanári munkát végzik ezek a mentortanárok, tehát egy kicsit bizalmasabb a kapcsolat, jobb, barátibb is akár tud lenni. Bizonyos helyzeteket meg tudnak beszélni, és ezt talán a legjobban az tudja szemléltetni, ahogy a tanárok, a tanintézmények, de legfőképpen a gyerekek beszámolnak erről a programról, hogy milyen véleménnyel vannak, kivétel nélkül pozitív véleménnyel. A beszámolókban leírják azt, hogy hova jutottak el, amelyről ők nem is tudtak, de hogy visszatérjek erre a bizalmi kapcsolatra, olyanokról számolnak be, hogy tanulmányaik során nem értettek meg dolgokat, mert az iskolában ugye 30 vagy akár hány, tehát a létszám sokkal nagyobb, az osztályokban nem lehet egyenként foglalkozni a gyermekekkel, ez teljesen természetes. A mentortanár ettől jóval kevesebb gyerekkel foglalkozik, és azzal sem egyszerre. Tehát van idő a gyerekre, megmeri kérdezni azt, amit nem ért, de nem csak, hogy a tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit tudja feltenni, hanem minden egyéb kérdését is, hogyha van olyan terület, amely érdekli, művészet, sport, akkor abban is kérhet segítséget. Egyszerűen az életről vannak kérdései, akkor azt is felteheti. Valahogy úgy fogalmaznak a gyermekek, hogy megmertem kérdezni azt, amit egyébként nem, baráti velem, mindig fordulhatok hozzá, van ideje rám. Tehát azért a hétköznapokban még a szülőknek sincs mindig idejük. Figyel rám, nem hagyja, hogy megelégedjek a rosszabb jeggyel. Eléri, hogy nem akarok a legrosszabb tanuló maradni az osztályban, tehát jó ilyeneket olvasni, és ezeket a gyerekek maguk fogalmazzák meg, tehát valóban így élték meg ezeket a programokat. Akkor egyfajta életvezetés is ez, vagy életvezetési tanácsadás, akár, hogy is mondjam, egy barát jellegű kapcsolat is, és hát egy pszichológus, egy pótszülő és akár ez a mentortanár. Egyébként ők kimennek akkor a családokhoz, és jól értem én? Így van, családlátogatást is végeznek rendszeresen, és kapcsolatban is vannak a családokkal, hogy a szülőket is próbálják arra egy picit nevelni, hogy figyeljenek a gyerekre, és igenis nézzenek utána, hogy elmegye az iskolába, holott ezt ugye ő is megteszi, de hogy ez a szülő felelőssége is. A gyakorlati helyen megjelenik-e, mi a vélemény a gyerekről az iskolában, a gyakorlati helyen, ez érdekelje mondjuk a szülőt is.
Tehát akkor a gyereken keresztül egy egész családot ölelnek fel, vagy nevelnek, vagy adnak tanácsot ezek a mentortanárok. Szóval azért ez óriási teher és felelősség és hatalmas munka. Igen, a mentortanárok véleményei is érdekesek. Többnek érzik ezt a feladatot, ugye sokkal szélesebb, érdekesebb, színesebb, ők is sokat kapnak ettől, a gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni, ők is találkoznak olyan élethelyzettel talán, amivel azelőtt nem vagy nem is gondoltak rá, tehát mindenképpen nyernek belőle. Segítik a tanár kollégáik munkáját is, mert olyan plusz dolgokat tudnak bevállalni idő birtokában és információ birtokában, amely a tanároknak nem fér bele a 45 percbe, például, tehát a tanórába vagy a tananyagba. Az iskola ezáltal nyer, és itt megemlíteném azt, hogy 12 olyan mentortanár tudott elhelyezkedni, abból is a fele ugyanabban az iskolában, ahol mentortanár volt, és ma már pedig tanárként dolgozik abban az intézményben. Egy mentortanár pedig a 10 év alatt végig vitte ezt a tevékenységet, illetve jelenleg is, és nem is szeretne váltani. Tehát ez is egy kis sikersztori. Így van, ez csupa sikerekről hallani. Pedig én előzetesen azt gondoltam volna, hogyha jön egy kvázi idegen tanárember, bel akar nézni, hogy mi hogy érünk itt a családba, bejön hozzánk, stb. Akkor lehet, hogy ezt nem szívesen fogadják minden helyen. Hát én gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy ez így kezdődik. Így kezdődik. Igen, és meg kell találni azt a kiskaput, ezt a hangot, meg kiérdemelni a bizalmát a családnak. Természetesen ez egy fokozatosan elért eredmény, és nem egyik napról a másikra, vagy első alkalommal ez nem teremtődik meg. Hát a kulcs a gyerek a családhoz, és ővele a tanárok megtalálják a hangot már az elején. Természetesen erre kapnak egy képzést is, azok a tanárok, akik ide jelentkeznek, azok részt vesznek egy 100 órás tréningen, és ott azért vannak olyan ismeretek, amelyek talán ilyen formában nincsenek meg számukra az elején, tehát célzott irányú ez a képzés. Tehát ott akkor ezen a 100 órás képzésen, nem tudom, pszichológiai vagy pedagógiai ismereteket kapnak még pluszban, igen. És ezen kívül még miket? Van valami speciális dolog? Annyiban tud speciális lenni, hogy a tanár esetleg milyen szakos, az befolyásolhatja később azt, hogy milyen gyerekekkel foglalkozik, tehát hogyha zenetanár, rajztanár, akkor ezt tudja kihozni a gyerekekből, és hogyha valamilyen szaktanár, akkor pedig abban tudja erősíteni a gyerekeket. Ez miatt valóban nem egyforma az, hogy melyik tanár milyen területen erősíti az ő diákjait. Itt a tanárok, említette ön is, hogy azért van egy szakképzettségük, van egy diplomájuk, végzettségük, ami alapján ők taníthatnak bizonyos tantárgyakat. De hogyha van egy olyan gyerek, aki több tantárgyból, talán tudom én, reáltárgyakból is, de humántárgyakból is igényelni azt, hogy egy kicsit foglalkozzanak vele, ez megoldható? Tehát több tanár is foglalkozhat ugyanazzal a gyerekkel? Vagy ez hogy történik a gyakorlatban? De akkor nem egy tanár, vagy több tanár foglalkozik ugyanazzal a gyerekkel a mentortanárok közül, hanem a mentortanár dolga eljutatni ezt a gyermeket olyan tanárokhoz, korrepetálásra, felzárkóztató foglalkozásokra, ahol ezeket a hiányosságait pótolni tudja, és behozni a lemaradását. Tehát akkor ez ilyen intézményesített keretek, igen, között oldják meg ezt a feladatot. A tanárok hogy jelentkezhetnek, vagy hogy kerülhetnek be, aki esetleg most hallja, és azt mondja, hú, de jó dolog, ez mindig szerettem volna egy csinálni, szívesen kipróbálnám magam a gyakorlatban, ő mit tehet? Igen, pályázati felhívás kerül közzétételre a kormányhivatal honlapján. Ez most már, ahogy említettem, 10 éven keresztül évről évre folytatódik. Ott tudnak a tanárok jelentkezni, és hát a pályázati kiírásból is, valamint a foglalkoztatási főosztály munkatársaitól még egyéb kiegészítő információkhoz is hozzájuthatnak. A tanárok mondjuk Pécsi, vegyünk egy konkrét példát, vagy hát képzeljünk el egy konkrétnak tűnő példát, egy ilyen életszerű példát, hogy valaki Pécsen tanár, szeretne ilyen feladatot végezni, viszont vidékre kell mennie, az azt jelenti, hogy ki is kell költöznie, vagy kijárhat, vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Hát részben a saját döntése, de nem kötelező oda költöznie. Sok időt fog ott tölteni, hogyha vidéken látja el a feladatát, vagy biztos, mert ugye főleg tanórán, vagyis hát kizárólag ő tanórán kívül foglalkozik a gyerekekkel, ebben sok délutáni, és hát akár egyéb hétvégi program is belefér. Tehát akkor ő osztja be az idejét, és ő döntheti el, hogy ő mit vállal. Egyébként területileg csak a kis településeken, csak az Ormánságban, vagy Pécsett is van ilyen lehetőség? Igen, itt is a szakképző intézményekben szintén van ilyen lehetőség. Körülbelül a százalékban olyan 60% a vidéken valósul meg, és a maradék 40 az pedig Pécsen. Hány gyereket érint? Erről nem beszéltünk még. Folyamatosan nő a bevon gyerekek száma. Vannak olyan gyerekek, akik állandóan részt vesznek a programban, tehát ők folyamatosan be vannak vonva a programokba, és vannak olyanok, akik alkalomszerűen, mert éppen olyan élethelyzetben vannak, vagy pedig egy rövid ideig, vagy kisebb területen vannak hiányosságaik. Az ezret megközelíti, tehát 900 fölötti a létszám a bevon gyerekek számát illetően. Az eredmények pedig, talán már említettem is, hogy a hiányzások, a lemorzsolódások szép számmal csökkentek, nagyon magas százalékban, tehát 100-hoz közelít a százalék a befejezett tanulmányokat illetően, néhány százalék különbségről beszélhetünk csak, legrosszabb esetben tovább tanulnak, ezt követően a középiskolát is többnyire befejezik, és azt követően nem egy és nem két gyerek van, aki újabb szakmát tanul, a másik része pedig elhelyezkedik. Esetleg van olyan is, aki úgy gondolja, hogy van egy szakmám, szeretnék egy érettségit is. Így van, ilyen van gyerekek is vannak, igen, tehát többen leérettségiztek már azok közül, akik részt vettek a programban. Említettek, közel egy ezres számról beszélünk gyerekek esetében. Hogy érzik, hogy látják? Kell ezt a számot növelni? Tehát kell több gyereket bevonni, vagy lehet bevonni? Félve kérdezem, nem tudom mi a jó kifejezését, de hogy erre a programban nagyobb, szélesebb körben szükség van? Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a számok növelése a cél, hanem a szükséges célcsoport, vagy az a célcsoport, akinek erre szüksége van, ő elérhető legyen, tehát ahányan ők vannak, ugye ez a demográfiai adatoktól is függ, illetve hogy hányan élnek hátrányos körülmények között, attól is nem tehát nem a számok versenye ez, és hát fontos az is, hogy a résztvevő tanárok olyan számban foglalkozzanak gyermekekkel, egy főre jutó gyermekek száma, amely kapcsán még el tudja érni a kívánt célt. Tehát akkor egy tanárhoz több gyerek is kapcsolódhat? Igen, maximum 20 gyerek kapcsolódhat egy tanárhoz. Sok, az átlag az 10-15 azért. Sok. Akkor az azt jelenti, hogy egy héten be kell osztani a tanárnak, hogy melyik nap kivel foglalkozik, hova megy, hova látogat el. Igen. Tehát komoly logisztikai feladat. Igen. Is, mert ki tudja ki, hogy ér rá, hogy vannak otthon a szülei, stb. Tehát ennek a megszervezése is egy külön feladat. Igen, igen. És hát kisebb csoportokban is foglalkoznak egyénileg, és ezt ők döntik el, hogy milyen formában. És akkor még a tanuláson kívül ugye más területe is van az életnek, ez a korosztály több szempontból veszélyeztetett, és hát ezek a területek is mind olyanok, ahol a szociális dolgokkal is foglalkoznia kell, az intézményhálózatokat esetleg igénybe venni, védőnői szolgálattal is kapcsolatban vannak, elég széles ez a paletta, kivel napi kapcsolatot tart, és a gyerekek problémát ilyen szempontból is megpróbálják kezelni, felvilágosítani őket. Magyarul arról tetszik beszélni, hogy ez a korosztály ki van téve különböző káros hatásoknak, gondolok itt akár káros szerekre, vagy hát olyan élethelyzetekre, ahol könnyű elcsúszni, vagy beleviszik őket, erre is figyelmeztetni kell őket, tehát tényleg egy nevelési munka. Igen. Átléptetni őket a... Életkorukból is adódik, meg a hely szempontjából is. Hogy találják meg ezeket a családokat, gyerekeket? Az intézményhálózaton keresztül, családsegítőkön keresztül, vagy hogy? Vagy az iskolák szólnak? Igen, igen, tehát mivel az iskola ad helyet ennek a programnak, ott találkozik először a mentortanár a gyerekkel, úgyhogy ezzel nincs probléma, hogy hol találkoznak. Tehát az iskolák jelzik, hogy vannak ilyen gyerekek, igen. És akkor beadják a igényüket önökhöz, vagy ez hogy kell képzelni? Igen, az iskolák is
jelen vannak ebben a programban, tehát ők is jelentkeznek, és így van jelen iskola, tanár, gyerek, ugye a gyerek mögött ott van a család is, és a közigazgatás részéről a kormányhivatal, a foglalkoztatással foglalkozó szervezeti egysége, jelen esetben úgy foglalkoztatási főosztály, és az iskolák részéről pedig a Klebelsberg intézmény fenntartó központ és a Pécsi tankerület fogja össze ezt. Az jutott eszembe, hogy esetleg ezek a mentortanárok találkoznak olyan gyerekkel, aki valamiben különösen tehetséges, de eddig ez még nem jött elő az iskolában. Neki valami ehhez kapcsolódó és hát ehhez passzoló valami különlegesebb oktatást, nevelést tud biztosítani? Vagy ez a rendszer képes erre? A lehetőség mindenképpen megvan arra, és a tanár a lehetőség a gyerek számára, hogy azokat a helyeket és segítséget megtalálja számára, amelyben kiteljesedhet, és elérheti azokat a talán nem is vágyott célokat, vagy eredményeket, amelyeket felismernek így menet közben. Gondolok arra, hogy eljutatja esetleg olyan alapítványokhoz, egyesületekhez, akik később egyéb plusz forrásokkal, eszközökkel tudják őt segíteni. Tehát akkor eljutott akár egy bentlakásos iskolába, vagy egy olyan tehetséggondozó központba, ahol eddig meg se fordult a fejükbe, hogy oda, mármint a családnak, hogy oda kellene vinni a gyereket. Igen. Akkor ez egy remek program, szerintem így, amit eddig hallottunk róla, tehát életvezetés, akár tehetséggondozás, de mindenképpen olyan útra juttatni a fiatal gyerekeket, akik sajnos hátrányos helyzetűek, hogy tényleg ne vesszenek el, értékes tagjai lehessenek a társadalomnak. És hát ezt a programot nemrég értékelték, június végén, ott számok is elhangzottak, mi még nem nagyon beszéltünk számokról. Mondhatunk ilyen indikátorokat? Mire figyelnek ilyenkor az értékelésnél? Mi az, ami számít? Igen, százalékos formában vannak kifejezve azok a pozitív eredmények, amelyek már többször említett hiányzások csökkenése, lemorzsolódás, minimális a csökkentése vagy megszüntetése, a továbbtanulási eredmények. Tehát, ahogy említettem, a hiányzásokat ezen 50-40%-kal már az elején csökkentek ezek a hiányzások. Ugye semmi más nem kell ehhez, mint egy kis odafigyelés, és hamar jó eredményeket lehet elérni. A tanulmányi átlag javítása az szintén mérhető, és ezáltal mérhető az, hogy 100%-hoz közeli számban fejezik be az iskolai tanulmányokat. Körülbelül a szakképzést befejezők 50-50%, tehát ezt 97%-ban határoznám meg, és annak 50-50%-a, aki elhelyezkedik munkahelyen, illetve az, aki tovább tanul, ahogy ön is említette, vagy érettségi mellett dönt, mert nagyobb vágyai, tervei vannak, vagy pedig úgy gondolja, hogy több lábon szeretne majd a jövőben állni, és egy újabb szakmát tanul, egyelőre marad még az iskolapadban. Az eredmények jók, a számok jók, maga a program szerintem remek, az is jó. És hát ennek alapján indul a harmadik. Igen, új patronus program. És az azt követők is lesznek változások, vagy ugyanebben a metódusban folyik majd ez a segítő munka? Nagy változások nincsenek, tehát hogy a kettes számú projekt zárult, ahhoz hasonlóan indul a harmadik. Természetesen nem azt jelenti, hogy az igények, ha esetleg változnak, akkor nem lehet változtatni ezen, de körülbelül megfelel az új patronus 3, az új patronus 2-nek. Meg szokták kérdezni, hogy azért mégis mennyibe kerül ez a program, mert hát ugyebár minden pénzbe kerül. Egyetlen tényleg azt nem is kérdeztem, itt a tanárok fizetést kapnak, vagy hogy kell ezt nézni? Igen, a tanárok fizetést kapnak. Az átlag fizetésnek megfelelő, tehát egy normál fizetést, amelyből meg tudnak élni. Olyan fizetéssel rendelkeznek, és minden más is pénzbe kerül. Azok az eszközök, amelyekkel dolgoznak, azok az utak, ugye, amelyekről beszéltünk, és egyéb más programok, valóban, ahogy ön is említette, hogy minden, eddig 229 millió forint került elköltésre. Azt gondolom, hogy jó helyre került minden forintja. Ez mekkora időszakot ölel fel? Ez a teljes 10 évet? Igen. És ugye elosztva évekre ez nem is sok.
ahhoz képest, hogy milyen célok valósulnak meg, meg egyáltalán milyen hasznos munka folyik ebben a programban. Mikor várhatjuk a harmadik programot, mikor indul pontosan? Ősszel indul, és egy évre szól, de már a kiírás is jelzi, hogy meghosszabbítható. Tehát aki jelentkezni szeretne? Így van, annak egy évre van állása, hogyha felveszik, és meghosszabbítható. Tehát, hogyha mindenki megelégedésére szolgál az intézménynek, a mentortanárnak, akkor ez hosszabbítható. Az érdeklődők kit keressenek, hol keressenek? Hol tudhatnak meg többet, kormányhivatal oldalán? Igen, a kormányhivatal honlapján, illetve Pécsen a Király utca 46 szám alatt, ahol a foglalkoztatási főosztály található. Én nagyon sok sikert kívánok továbbra is ennek a programnak, és hát nagyon jó volt hallani, hogy ilyen programok futnak itt a megyében, és hát ez országosan is egyedülálló, ezt nem is említettük még. Igen. Ez azt jelenti, hogy csak nálunk van? Igen, ez egy baranyai találmány. Baranyai találmány. Máshol esetleg nem tervezik bevezetni ennek sikerét látva? Nincs tudomásom, de akár ez is egy lehetőség, hogy most halljanak róla, és akkor reméljük, hogy követik a jó példát. Így van, kövessék, és szerintem, mert szükség van ilyen programokra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és további sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem róla. Nézőinknek köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!